Pogács az Olt közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Jó reggel, szia! Jó reggel kívánok, sziasztok! Szervusz, jó reggel! Hát írtál egy érdekes cikket, véleményt a 25 év alattiak adómentességéről, és hát meglehetősen kritikus vagy ezzel kapcsolatban. Önmagában az, hogy mindent adócsökkentéssel próbálunk megoldani, az szerinted nem jó? Mi ennek a háttere? Én megértem igazából azt, hogy az emberek ennyire támogatják az adócsökkentést. Ugye alapvetően az történt, hogy én az ATV-ben adtam egy interjút, amiben ezt elmondtam, hogy Orbán mindenre adócsökkentéssel reagál, és aztán Orbán Krisztián, államtitkár pedig kirakta a Facebookra ezt az interjút, és azzal, hogy igen, büszkék vagyunk rá, mi tényleg mindenre adócsökkentéssel reagálunk. És hát az, hogy Magyarországon ma az adócsökkentés az olyan szinten népszerű, hogy föl sem merülhet az emberekben egy nagy részében, hogy az adócsökkentés az bármilyen szempontból bármi más lehet, mint jó, az egy 30 éves folyamat. Egyszerűen annyira lejáratták az államot, sőt, visszamegyek tovább, 80 éves folyamat. Tehát először a szovjet típusú rendszer, amit kommunizmusnak szoktunk nevezni, de hát nem az volt, járatta le az államot, megutáltatta az emberekkel az államot. Utána az elmúlt 30 év, amikor nem kaptak rendes szolgáltatásokat, mondjuk Észak-Nyugat-Európával szemben az állam sose szolgáltatott rendes oktatást, rendes egészségügyet és így tovább. Viszont az adókat beszette, és ráadásul elég magas arányban, és hát a politikusok ezek, meg a klienseik nagyon sokszor ezeket ellopták. Az emberek megutálták ezt az egészet, és hát azt gondolják, hogy még mindig jobb helyen van, ha nem szedik be nálunk. Úgyhogy iszonyatosan nehéz amellett érvelni, hogy ez egy nagyon problémás dolog, mert hogy egy társadalom nem fog akkor versenyképessé válni, hogyha nincs rendes oktatás, ha nincs rendes egészségügy, ha nincs rendes infrastruktúra, ezekhez pedig szükség van arra, hogy adót szedjen az állam. Ez attól tartok nehezen értethető meg. Még mindig jobbnak tartja az emberek nagy része azt, hogyha be se szedik azokat az adókat, hogy Magyarországon bármilyen adócsökkentés jelentős részénél a társadalomnak népszerű. Én nem mondom, hogy mindenkinél, de ez a háttere szerintem a dolognak. Uh-huh. És akkor ez nem jó, azt mondod, és nehéz ezzel vitatkozni. Kérdés, hogy lesz-e valaki, aki egyszer azt mondja, hogy már pedig én adót emelek, de aztán majd idővel látni fogjátok ennek az eredményét. Hát ezzel, hogy a népszerűséget nem. Ez tényleg, ugye, hogy ez nem egy egyszeri döntés, ez egy folyamat kéne, hogy legyen, ahogy ugye Zoli is mondja, hogy az emberekbe tudatosodjon az, hogy az adó befizetve jó helyre kerül, jó felhasználási módjai vannak, és ezt visszacsatolást is kapok. Tehát ez látszik is. Itt azért nagyon sok mindennek kellene ehhez megváltoznia. Hát, hogyha vesszük a konkrét esetet, ugye a 25 év alattiaknak az esetét, az Európai Unióban van egy megállapodás az összes tagállam között, ezt úgy hívják, hogy ifjúsági garancia program, és ennek Magyarország is része, és ennek az a logikája, hogy garantáljuk azt, hogy minden 25 év alatti ember, aki nem dolgozik, az tanulhat. Tehát az államok fizetik a 25 év alattiaknak a tanulását. Mindenki, aki nem dolgozik, az kap lehetőséget arra, hogy tanuljon. Ami ugye arra a tapasztalatra, hosszú és sok évtizedes tapasztalatra épül, hogy 25 év alatt a legjobb helye az embereknek az iskolákban van, vagy az egyetemen, vagy a gimnáziumban, szakközépiskolában. Tehát olyan társadalom lesz sikeres, és olyan társadalomnak lesz magas a foglalkoztatása, ami 25 év alatti emberek többségét képzi. Egy tudásalapú társadalmak vannak, valakit rakéta kutatónak, valakit péknek, de mindenkit képzünk. Most ez teljesen szembe megy azzal a logikával, hogy a Magyarországon a kötelező tankötelezettségi korhatárt is leépítettük. És ugye ezzel a logikával is, ami adócsökkentéssel akar megoldani minden problémát, amiből ugye kevesebb bevétele van az államnak, viszont közben le is építi az állam a szolgáltatásait. Tehát ez két teljesen különböző logika. Én értem, hogy
nagyon sok embernél szimpatikus az, hogy az állam folyamatosan leépíti az adókat, de az a baj, hogy hosszabb, tehát ez egy rövid távon sikeres megoldás, hosszabb távon azok az országok sikeresek, amik a tudásba, humántőkébe, infrastruktúrába befektetnek. Tehát ha azt mondjuk a fiataloknak, mondjuk a 22-23 éveseknek, hogy dolgozzatok, és több lesz a nettótok, ahelyett, hogy tanuljatok, és ezt kamatoztassátok, az nem jó végül is ezek szerint. Hát ez a gazdaság, amiben vagyunk itt a 21. században, ez teljesen egyértelműen a tudásra épül. Hát olyan komplexitású ma már a világ, olyan specializáció van, hogy mindenkinek a tudása sokkal magasabb, mint régen. Egyrészt vannak ugye az egyetemi végzettséget igénylő tudások, de hát akár a középszintű, alapszintű tudások is sokkal magasabbak ma már, mint régen. Nem tud versenyezni egy olyan társadalom, amelyik nem teremti meg a tudást. Itt nyilván életen áttartó tanulás van, tehát 25 év fölött is jó lenne, ha az emberek tanulnának, tehát 25 év alatt meg pláne ez lenne a kulcs, csak a versenyképességünk meg a foglalkoztatásunknak, az elmaradott régiók felzárkóztatásának, esélytelenek azok a régiók, ahol arra bazírozunk, hogy az emberek hagyják el az oktatási rendszert, és ne pedig képződjenek. Tehát ugyanez az egészségügyre is igaz, tehát ahol nincsenek házi orvosok, ahol drámaian le van maradva az ember egészségi állapotban. Világos, hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Tehát azt mondani, egy olyan országban az embereknek, ahol az államot mindenki átverni próbálja, mert az állam is lehúzza őt, ahol a korrupció magas, a korrupció elfogadottsága is magas, már beletörődés van, már pedig oktatásba fektetni, illetve fölvenni a versenyt a világ többi részével az állami feladat. Szóval ez nem könnyű, nem lenne könnyű ebbe az irányba terelni az embereket, most függetlenül attól sem, hogy most éppen az ellentétes irányban mozgunk. De hogyan lehetne ezt megcsinálni? Tehát mi lenne az első lépés? Hogy lehet ebben az irányba elindulni? Tájékoztatás kell, hogy hogyan? Iszonyatosan nehéz, mert ugye bárki, aki bármikor ellenzékben van, mondjuk korrupciót fed fel, akármilyen mértékű korrupciót, egyre növekvő mértékű korrupciót, az emberek többsége fejében az egész 25-30 év nem volt más, mint folyamatos korrupció. Tehát hiába jön ma már bárki, ugye erre is vannak kutatások, konkrét survey felmérések vannak arra, hogy az emberek szemében a korrupció nem differencia specifika Magyarországon, mert 30 éve úgy élik meg, hogy mindenki korrupt. Mindenki lopott, ez az egész kapitalizmus nem más, mint egy nagy lopás, innentől fogva pedig nagyon nehéz ezzel, tehát ezzel nem fog senki kormányra kerülni, azt hiszem ebben a térségben, nem csak Magyarországon, egész keleti térségben, hogy korrupcióval foglalkozik. Azt hiszem, hogy nincs nagyon más lehetőség, mint az, hogyha egyszer valaki kormányra kerül, annak nagyon meg kell mutatnia. Tehát annak tényleg, hogyha valaki egyszer bemutatná az embereknek, hogy ilyen oktatást is lehet csinálni, hogy ilyen egészségügyet is, mert ugye mi középosztálybeli emberek, néha elmegyünk Dániába, Svédországba, és látunk ott iskolákat, egészségügyet, látjuk, hogy mihez hasonlítható a magyar oktatás egészségügy, de a magyar emberek nagy része nem megy külföldre, vagy hogyha megy, akkor maximum Horvátországba, és nem látja ezeket. Megszokta, hogy az ő falujában, városában így néz ki egy leszakadt STK, ennyire keveset keres egy tanár. Én attól tartok, hogy nincs más út, mint hogy egyszer valaki kormányra kerül, és rendes fizetéseket ad a tanároknak, rendbe rakja a kórházakat, és így tovább, és akkor onnantól fogva az emberek látják, hogy ezt is megengedhetjük magunknak. Ugye tegnap jött ki egy elemzés a HVG-n Stojce Vivántól, aki ugye részletesen elmondja, hogy a válságkezelés 6800 milliárd forintját mire költötték Magyarországon, és arra következtetésre jut, hogy csak a negyedét költötték ténylegesen gazdasági védekezésre, hanem minden más is benne van. Ha mondjuk nem
kínai gyorsvasútra, értelmetlen kínai gyorsvasútra költenénk a pénzt, hanem mondjuk ebből fölújítanánk a kórházakat, adnánk rendes fizetéseket, akkor az emberek onnantól fogva elvárnák. Tehát onnantól fogva tudnák, hogy ezt is megengedheti magának Magyarország ezen a fejlettségi szinten, és nem csak a második kerületben, hanem mondjuk Kelet-Magyarországon is, és akkor onnantól fogva ez lenne az elvárás. Szóval persze a nagy kérdés meg mindig az, hogy hogy fog kormányra kerülni valaha Magyarországon az az erő, aki ezt megcsinálja. Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy egyszer majd beszélhetünk arról, hogy történik valami ilyesmi. Szép napot, jó munkát! Sziasztok, köszönöm! Szia, szia! Pogács Zoltán közgazdász szociológussal beszéltünk, és igen, egyébként azt a HVG-s cikket én is mindenkinek ajánlom. A szerző vette a fáradtságot, és kigyűjtötte, mert hogy más megoldás nem volt arra, hogy ezt megnézze, mert a magyar közlöny összes számának az összes erőszolgáló döntését végignyálaszta, és ez alapján lehetett nagyjából csak látni, hogy amit válságkezelésre címkéztek, illetve abból az alapból költöttek, az pontosan mire ment, és ez alapján lehetett beosztani. Tényleg érdekes az eredmény. Egy másik hallgató pedig Élő Anita riportját ajánlja Duda Ernővel, a Szegedi Tudományi Egyetem orvosikarának professzor emirátusával, akitől egyébként, akinek az interjújából, amit egy szegedi lapnak adott, indult el az a lavina, mert ő nagyon kritikus volt ugye a kínai vakcinával szembe, és egy részét kiragadva tűnt úgy, hogy az nagyon nem jó, illetve hogy nagyon elmaradott technológiát képvisel, úgyhogy. És akkor mondanék még egyet, akkor már legyen három, tehát aki vakcinaügyben szeretné tájékozódni, szerintem a legátfogóbb és legkorrektebb a Telexnek a tegnapi vagy tegnap előtti összeállítása, összefoglalója volt ezzel kapcsolatosan, tényleg mindent meg lehet tudni a vakcinákkal kapcsolatban, illetve ha mindent nem is tudunk, meg legalább a probléma felvetést, meg az, hogy mi hiányzik még, az is kiderül belőle. Így van, igen, hogy mit jelent a harmadik fázis, igen. Mit tudunk, mit nem tudunk, az összes eredmény, ami eddig elérhető, de tényleg a tudományos alapokon ezt mindenki megnézheti. Nos, azt mondja, hogy... Robogjunk gyorsan, hírek! Hát ennél jobban nem tudtam volna megfogalmazni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.